Miért nem tudod kipihenni magad a hétvégén? Üdvözöllek, Bíró Bence Péter vagyok, ez a csatorna önmegvalósítással, pszichológiával foglalkozik, és 5 éve foglalkozom coachinggal, elsősorban vállalkozó ügyfeleim vannak, és gyakran felmerül az a kérdés, hogy miért nem tudja magát egy lelkiismeretesen keményen dolgozó vállalkozó kipihenni hétvégén, miért van az, hogy nem elég rá 1 vagy 2 nap, hogy az ember teljesen feltöltődjön és új út energiával csapjon bele a munkába. Erre egy nagyon egyszerű válaszom van, méghozzá egy kérdés formájában tenném ezt fel neked, hogy az elmúlt pár évben mennyire dolgoztál keményen, és mennyit foglalkoztál a pihenéssel. Az elmúlt néhány évben rengeteg olyan ügyfelem volt, aki azt mondta, hogy nem volt neki elég ez az egy nap, egy este a feltöltődésre, nem volt neki elég a hétvége feltöltődésre, és ez megijesztette őket. Nem értették, hogy mi van velük, mi a baj velük, valamit biztos nagyon rosszul csinálnak, és még keményebben akartak pihenni, még ügyesebben akartak pihenni, és nem jutott eszükbe az a valódi gondolat, hogy valójában az elmúlt közel 10 évüket végig dolgozták. Nagyon keményen dolgoztak, hétvégén is dolgoztak, éjszakánként is dolgoztak, és amikor végre elkezdtek egy picit pihenni, akkor 1-2 nap alatt nem sikerült kipihenniük azt a több év, több, akár 10 évnyi kemény munkát is, és elhanyagolt pihenést, hanem ennek természetesen idő kell. Viszont a jó hír ezzel kapcsolatban az, hogy ha az ember több időt szán erre, és ad magának akár néhány hónapot, akkor nagyon gyakran ez a fajta testi, lelki feltöltődéshez meg tud történni, főleg, hogyha megfelelő segítségek és eszközök vannak hozzá. Az egyik ilyen nagyon hasznos eszköz az a társas támogatás eszköze, és erre pedig nagyon-nagyon jók a személyes konzultációk. Érdemes eljönni hozzám, mert egyébként, hogyha neked ilyen problémáid vagy kérdéseid vannak, akkor nagyon-nagyon hasznos bevált technikák vannak, és ami nagyon-nagyon fontos még, hogy nem minden ember működik ugyanúgy, nem minden ember ugyanazban a helyzetben van, és nem mindenkinek ugyanaz az 5 lépéses megoldása jó, hanem mindenkinek egy személyre szabott segítségre van szüksége az ilyenekkel kapcsolatban, hogyha úgy érzi, hogy felkészült arra, hogy egy segítővel dolgozzon jelen. De ha szeretnél erre jelentkezni, akkor a vállalkozói.hu vagy a fullfaith.hu/kiegés oldalon tudsz jelentkezni ilyenekre. Ha kérdésed van, akkor pedig ezt feltelted nekem személyesen, vagy pedig itt kommentben is írhatsz kérdést, és megválaszolom ezt majd személyesen, amint időm engedi. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, mégis összefoglalva azt, amit most itt hallottál, hogyha úgy érzed, hogy nem tudsz kipihenni magad hétvégén, akkor nem kell megijedni, hanem egyszerűen adj magadnak több időt arra, hogy fel tudjál töltődni. Ha ezt a bizniszed nem engedi, akkor egy coaching rengeteget tud neked segíteni ebben, de természetesen az itt megbeszéltek, azok nem helyettesítik sem a pszichoterápiás, sem a pszichiátriai, sem pedig az orvosi felméréseket és tanácsadásukat, úgyhogy, hogyha ezek felmerülnek benned, akkor érdemes ezekhez a szakemberekhez is elmenni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, Bíró Bence Péter voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban.